A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntjük azokat a kedves nézőinket, akik tekintve, hogy Székesfehérvár sportváros, nem feledik, hogy az eredményesség és a nagyszerűség mellett nagyon fontos kérdés, hogy ki miként éli meg azt, hogy a sportolói pályafutását abba kell hagynia. Tehát ahogy mondtam, Fehérvár sportváros. Én azt gondolom, hogy minden egyes olyan sportág, amely örömöt hoz nekünk, fontos számunkra, és fontosak azok a játékosok, akik már nem lehetnek a pályán, mert hogy eljárt felettük az időt, ez természetesen idézőjelben, viszont más pályán pedig bizonyítják tehetségüket, rátermettségüket. Vendégem pedig Tillinger Tamara. Örülök, hogy itt vagy velünk, szervusz! Szia, én is köszönöm a meghívást. Alapból azt kell tudnunk, hogy válogatott nagyszerű eredményeket ért el a Kornexi Alkoa, a Dunaferr és a Moson-Magyaróvár színeiben is, és ráadásul egy olyan átlövő volt, akinek hát nagyon abban az időszakban nem nagyon volt párja. No, viszont menjünk el Csákvárra, ha már a sportágválasztásnál tartunk, hiszen 2003-at írtunk ide, stova 20 esztendeje, hogy a körzeti sportolókat, kisiskolásokat jutalmaztak, és bekerültél abba csákváriként, abba a körbe. Emlékszel erre az időszakra? Hát igazság szerint oda mennék vissza, amikor eldöntöttem, hogy én ezt szeretném csinálni. A nővérem is kézilabdázott, és az ő edzésein és meccseire kilátogattunk a szüleimmel, és én már ott tudtam, hogy én ezt ki szeretném próbálni. És igazából nem is volt visszaút. Beleszerettem, elkezdtem ezt a sportot, általános iskolás másodikas voltam talán, és onnantól kezdve csak ez lett az életem. Ki volt az első mestered, akivel szívesen emlékszel, aki kihozta belőled azt a talentumot, ami aztán később bizonyított? Ugye ezt általános iskolába úgymond idézőjelbe hirdették, hogy ki lehet próbálni, akkor ott a Kővári Csilla tanítgatott bennünket, és akkor onnan kerültem át a Szalma Jánoshoz. Ő szerettette meg velünk, nem csak velem szerintem, akik hozzájártak ezt a sportágat. Az ő kezei alatt növekedtem én, és úgy kerültem ide be Székesfehérvárra. Ugye 2005-ben már a serdülő válogatottban játszottál, ami azt jelenti, hogy nyilvánvaló, címeresmezt viselni fiatalon, és ráadásul egy komoly jövőképpel, mert nincs kétségem felőle, hogy megvolt a jövőképed, az nagyszerű dolog. Erre miként emlékezel? Hát igen, megvolt, mert tudtam, hogy ezt szeretném csinálni. Ugye kezdetekben mi az álma egy kisgyereknek, most ez ott függetlenül, hogy fiú, lány, hogy profi NB1-es játékos lehessen, nekem is ez volt a vágyam. És akkor igen, ugye Fehérvárra kerültem, és hála Istennek úgy látták, hogy helyen van a nemzeti válogatottban. Ez egy óriási megtiszteltetés volt nekem is, ahogy mindenkinek az, hogyha magára húzhatja a címeres mezt. És tök jó kis társaság voltunk, úgyhogy élveztem tényleg minden percét. Én azt gondolom, hogy volt egyébként példaképed? Mert átlövőként rendkívül eredményes voltál, ezt tudjuk, hát a legeredményesebb legalábbis a Kornexiben, de utána Dunaújvárosban és Moson-Magyaróváron nem különben, de melyek voltak azok az erényeid, amelyek válogatott szintű játékossá tettek? Hát ezt nem tudom, most az edzőket kellene megkérdezni. Igazság szerint egy kifejezett példaképem nem volt. Óriási dolog számomra, hogy neves játékosokkal játszottam együtt, egy Siti Bea, Siti Eszter, Balog Bea, Ferling Bernadett, játszottam a Görbic Anita ellen, amikor hála Istennek
volt alkalmam ugye személyesen találkozni is vele. Szóval ezek óriási dolgok szerintem, attól függetlenül, hogy én felnőtt szinten nem jutottam el a válogatottal olyan helyre, például egy világverseny, egy nagyobb verseny, de ettől függetlenül nem hiányolok semmit a karrieremből. Nagyon sok jó embert ismerhettem meg, sok helyre eljuthattam általa, úgyhogy tényleg öröm volt. 2006-ban megjött az első olyan siker, ami én azt hiszem, hogy rendkívül fontos egy játékos életében, ugye ezüstérme a kupában, az már a legendás csapat tagjaként. Akkor már nyilvánvaló volt, hogy egy olyan átlövő született, aki meghatároló lesz a jövőben. Ezt miként érted meg? Egyébként hogyan tud beilleszkedni egy fiatal az előbb említett sztárok, ne adj Isten, világsztárok közé? Nagyon könnyen ment a beilleszkedés, mert nagyon kedvesen felkarolták inkább, úgy mondanám, segítőkészek voltak mindenben az idősebb játékosok, akik már eljutottak arra a szintre, és tényleg csak tanulni lehetett tőlük. Úgyhogy ezzel nem volt probléma, hogy tud beilleszkedni az ember tényleg egy ilyen jó kis társaságba. Tehát a tehetség és a szorgalom nálad kézenfogva járt, mondhatjuk? Nem tudom. Az biztos, hogy a szorgalmamat mindenképpen kiemelném, mert nem elégedtem meg azzal, amit a tehetségem adott esetleg, hanem mindig többre és többre vágytam, ezért én nagyon sokat dolgoztam is. Ahol most is dolgozom, a horvát Hanyi rengeteget segített nekem. Ez legyen egy sérülés utáni időszak, vagy egy szezonbeli időszak. Folyamatosan jártam hozzá, a nyarakat nála töltöttem, és a szezon közben is, amikor volt lehetőségem, mentem, hogy mindig fejleszünk valamit, esetleg a gyorsaságra volt szükségem, akkor azért, ha erőben, akkor azért. Úgyhogy hát neki is rengeteget köszönhetek. Nyilvánvaló, hogy fontos volt a fejlődésed szempontjából a sikerek, a megszületett gólok, ráadásul azok a mesterek, illetve azok a játékostársak, akik ehhez hozzájárultak. Viszont ugye az első siker után nem soká 2010-ben jött egy olyan, amire gondolom szívesen emlékszel, hiszen a főiskolás világbajnokságot sikerült megnyernetek. És nagyon sokat tettél érte, megnéztem, az a 36 gól, az nagyon kellett ehhez, amennyit lőttél ott. Igen, az egy szuper eredmény, tényleg boldogok voltunk, hogy sikerült megnyernünk. Élmény volt egyébként egy ilyet győzelemmel zárni, ott is rengeteg új embert ismertem meg ezáltal, szóval úgy érzem, hogy nem maradt ki semmi. Azt mondod? Igen. Miért igazoltál Dunaújvárosba? Nekünk megmaradtál Fejér megyeinek, de azért Dunaújváros az más. Olyan ajánlat érkezett, hiszen azt nagyon is jól tudjuk, hogyha ahogy Győr is felfejlődött teljes egészében Pest után, a vidéki csapatok indultak el azon az úton, ami a Nemzetközi Kupa sikerekhez vezetett, és a Dunaújváros is ebben a helyzetben volt. Igen, és nyilván egy szuper ajánlatot is kaptam, azért fiatal voltam, és ott is, mint említettem, ugye olyan játékosok mellett játszhattam, ugye a Dettit már említettem, de ott volt egy Lovász Zsuzsi, egy Mörter Renáta, szóval tényleg klasszisok közé kerültem, és ott is egy szuper kis közösség fogadott, jól éreztem magam nagyon, úgyhogy megtaláltam ott is a helyem, úgy érzem. Aztán jött két esztendő múltán, hazajöttél, otthonról haza, ha úgy tetszik. Igen, azért itt Fehérváron nagyon sok időt töltöttem, itt is nagyon élveztem. Már igazából hazajöttem, ugye itt voltam 10 évet, plusz-minusz, most nem tudom pontosan, hogy mennyit, lehet többet is, úgyhogy igazság szerint nem volt idegen számomra ez a közeg, úgyhogy örömmel jöttem vissza. Megérintett a válogatottság? Hiszen ahhoz képest, amilyen játékos voltál, bár akkor fénykorát érte a magyar női kézilabda, de keveset játszottál. Viszont én azt hiszem, hogy nyilván többet érdemeltél volna, de ez fájt a szíved ezért?
Úgy gondolom, hogy igen, ahogy te is említetted, akkor azért nagy nevek játszottak abban a nemzeti együttesben, úgyhogy valamiért így kellett történnie, tényleg nem búslakodtam miatta, csináltam a dolgom, ahogy eddig is, edzéseken is, meccsen is próbáltam a legjobbat nyújtani, úgyhogy ez miatt nincs bennem harag, semmi, hogy nem kerültem oda. Ettől függetlenül imádtam nézni a mai napig, hogy már nem kézilabdázom, de azért egy-egy meccsre leülök a tévé elé, és sőt valamelyiket élőben is megnézem, ha van rá lehetőségem, úgyhogy nincsen. Egy olyan fantasztikus siker a tiéd, ami azt hiszem, hogy nagyon keveseknek adatik meg, bármilyen szinten is képviselik a női kézilabdát. Itt a 2014-15-ös szezonra gondolok. Az az alapszakaszban 18 meccsen 117 gól, ami azt jelenti, hogy 6,5-es gólátlag, az egy fantasztikus eredmény. És utána jött a sérülésed, az első sérülésed. Ezt hogy élted meg, hiszen előtted volt a világ, ha úgy tetszik. Mi legalábbis, én aki akkor gyakorta jártam ki meccsre, az tudtuk, hogy ha nálad a labda, a gól. Tehát hát nagyon egyszerűen fogalmaztam meg, de ez így volt. Az első sérülésemet nehezen. Hozzáteszem, sokszor elgondolkodom rajta, ha nem műtöttek volna egyszer sem, akkor még biztos játszanék. Akkor nem hagytam volna abba. Nyilván ugye az 2010-ben volt, ott tényleg... Úgy érzem, hogy minden okkal történik, valamiért így jelzett nekem most akkor a testem, hogy pihenőre van szükségem. Igazság szerint ezt így is fogtam fel, hogy valamiért ennek így kellett történnie, de megfogadtam magamban, hogy jobban térek vissza, mint valaha. És ez egyébként így volt egészen a 6. műtétemig. Hogy elhatároztam, hogy most erősebb leszek, jobb leszek, de a 7. már ez a motivációm elfogyott. Hát nyilvánvaló, de azért nyilván sokat tettél, hogy visszatérhess, hiszen úgy tértél vissza, mint ahogy elmentél. Ezért mi mindent kellett tenni, ez nyilván lelkileg azért megviselt az első időszakban, de ahogy mondtad, a motivációd megvolt a visszatérésre. Hát itt az volt a legnehezebb, hogy... Egy-két műtétnél sajnos szükségem volt a mankóra, akkor nagyon oda kellett azért figyelni, de ahogy kiengedtek a kórházból, édesanyám már hozott is a hajnihoz. Szóval napi kétszer voltam, meg 2 órákat edzettem, tornáztunk a hajninál, mellette én otthon is ugyanúgy csináltam a tornát, amit előírtak. Szóval tényleg mindenre odafigyeltem, amit kellett, ahogy kellett, vigyáztam magamra, igazság szerint, hogy ne az legyen, hogyha valamit esetleg elszúrok, akkor kezdődjön minden előről. És tényleg ezért is hálás vagyok, mert ugye 6-szor vissza is jöttem. Világos. 7. is vissza tudtam volna jönni, mert nem mondom, hogy nem, csak már nem volt meg az a motivációm, hogy én minden áron vissza szeretnék. Az atroszkóp az azért valamelyes segített. Viszont a Mosonmagyaródvárról szeretnélek kérdezni, hiszen nyilvánvaló az egy olyan időszak volt az elmúlt 3 évvel ezelőttig, ami meghatározó volt a pályafutásodban. Hiszen elmentél a másodosztályba, és legendát teremtettél, és ha most megnézzük a tabellát, ugye azért nagyon is jól látjuk, hogy a Győr, a Fradi és a Debrecen után már, sőt a Debrecenhez közel, vagy akár előtte már ott van a Mosonmagyaróvár. És ez leginkább annak köszönhető, mondom én, vagy gondolom én, hogy ti elkezdtetek valamit ott, és szisztematikus munkával elértetek először, hogy feljutottatok. Milyen volt Mosonmagyaróváron? Iszonyatosan jól éreztem magam. Akkor ott újra együtt játszottam a Horváth Bettivel, vele nagyon szoros a kapcsolatom, nagyon jó barátok vagyunk a mai napig. Ott megismertem új barátokat, szereztem új emberekkel, találkoztam, és igen, ahogy mondod, az akkori csapat, akik oda igazoltunk, és a meglévő játékosokkal együtt, kiharcoltuk azt, hogy az a csapat visszajusson NB1-be,
És ugye ott megmaradni volt az első időszakban a legnehezebb. Azért mégiscsak másodosztály, NB1B-ből kerültünk vissza első osztályba. Ugye az első osztályban a csapatoknak a mag az jóval erősebb volt, mint a mi csapatunké. De úgy gondolom, hogy tényleg csapatként ott hát csodát vittünk véghez, hogy nyilván bent tudtunk maradni az első évben, és akkor minden évben fejlődött ez a társaság, és hát a mai napra pedig már tényleg egy... Győr valódi kis testvére, nem a nagyon kicsi testvére, hanem már írólvás hát beszél. Hát tényleg egy jó kis közösség jött össze, úgy csapat, hogy jól szerepelnek a bajnokságban. Beszéljünk egy kicsit a svájci létedről, hiszen azt gondolom, hogy ez egy fontos időszak az életedben. Igen, fontos időszak volt az életemben, de úgy gondolom, hogy ez életemnek egy rossz döntése volt, hogy én kiköltöztem. Nyilván akkor még nem tudja az ember, hogy mi vár rá. Én nagyon nem találtam a helyem. Nyilván van olyan ismerősöm is, aki élménnyel beszél arról, hogy külföldön él és dolgozik. Nekem ez nem hozta meg a számításaimat, úgyhogy haza is jöttem, másfél évet töltöttem kint. Ha összefoglaljuk a pályafutásodat, akkor van-e hiányérzeted? Hiszen a közönségkedvenc voltál minden csapatban. Tudjuk itt Székesfehérváron, Dunaújvárosban, aztán ismét itt Moson-Magyaróváron pedig ugye az egekbe emeltek, és azt hiszem, hogy nagyon is jogosan. Nincs hiányérzetem. Ugye beszélgettünk itt a válogatott. Ha nagyon kellene mondanom valamit, akkor egy felnőtt világverseny, de egyébként nincsen, mert tényleg mindent megkaptam, amire vágytam. Nagyon jó barátokat szereztem, és tényleg sok mindenhova eljuthattam ezáltal, úgyhogy nincsen. Aztán jött a betegség, illetve annak felismerése. Ugye rákkal küzdöttél meg, és ez azt hiszem, hogy mindenki számára egy rendkívüli méltóságot jelent, ha megtesz azért mindent, hogy újra itt lehessen, és úgy is érezze, hogy teljes jogú tagjaként ennek a mindennapoknak. Ugye nagyon sok mindenki segített neked, én bizonyos vagyok benne, ugye Hajnit már számtalanszor említetted, ő egy csoda ember. De kezdjük az elején talán. Hogyan lehet szembesülni azzal, hogy valaki rákos beteg? Hát nehezen. Nagyon szívesen beszélek bárkivel, bármiről, tudok róla beszélni, úgy gondolom, hogy ez nem ciki, erről kell is tudni beszélni. Hát nyilván, amikor megtudja az ember, jön a hír, hogy akkor ugye még kint voltam Svájcban, és akkor hívott az orvos, hogy igen, az sajnos egy mérges gumó. Amikor ott én megtaláltam magamnak a csomót, az eredménytől függetlenül tudtam, hogy én haza fogok jönni. Hiába ajánlották fel kint is a kezelésnek a lehetőségeit, nem szerettem volna kint maradni. Nyilván mindenütt jó, de legjobb otthon, mondják ugye az emberek. És hát igen, nyilván azért ezt nagyon nehéz feldolgozni. Nem is feldolgozni, hanem elhinni, hogy velem ilyen megtörténhet. De most nem csak velem, mondhatnék mást is. És... hát ugye az volt nehéz, hogy elmondjam én ezt a szüleimnek, mert itthon senki nem tudta, hogy én mind megyek keresztül kint. És akkor ugye elmondtam itthon is, először azt gondolták, hogy covidos vagyok, mert hogy mondtam, hogy baj van, beteg vagyok, mindenki, akkor volt ugye a covid, vagy akkor is tartott még a covid, és akkor mondtam, hogy nem, mert találtam egy csomót, és ez rossz indulatú. És hát nyilván akkor mindenki sírt, és április 2-án jöttem haza tavaly, és akkor ott én eldöntöttem, hogy jó, itt most már senki nem fog sírni, mert én meg fogok gyógyulni. Akkor felkerestem a dr. Csernus Imrét, ő velünk dolgozott Moson-Magyaróváron is a csapatnál, és nagyon jó viszonyt ápolok vele a mai napig. Felhívtam, hogy úgy gondoltam, hogy nekem ezt ki kell beszéljen valakivel, aki nyers, aki megmondja az őszintét, hogy igenis mit kell csinálnom,
És onnantól kezdve én legördítettem magamról ezt, hogy igenis ki kell mondani, hogy rákos vagyok, ez ki lett mondva, és attól a pillanattól kezdve neki mentem. Tehát megszűnt a gát ilyen értelemben. Meg, igen. Akkor sem volt bennem olyan nagy gát, csak nem mindenki mondja ki azt, hogy rákos, vagy hogy nem mindenki beszél ilyen könnyen róla, mint például én, aki tudok róla beszélni, abszolút nem titkolom. A mai napig sokan megkeresnek ezzel kapcsolatban üzenet formájában, hogy velem mi volt, milyen volt a kezelés, mi várható utána, és nagyon szívesen, akinek tudok, segítek, nyilván nem vagyok orvos, én csak a tapasztalataimat tudom átadni, de abban pedig megpróbálom a maximumot. Tehát az akaratodra nem lehetett panasz egyszer sem. A családod melletted volt, ahogy mondtad, Csernus doktor, tehát az onkológia pszichológusára nem volt szükség. Nem, abszolút, és abszolút nem volt rá szükségem. Nagyon kedves onkológushoz kerültem, és egy nagyon kedves sebészt is találtunk. Maximálisan bízom mindegyik orvosomban. Ez szerintem nagyon fontos, hogy a bizalom meglegyen. És hát természetesen az, hogy fejben nagyon sokat számít, hogy ki hogy áll hozzá. El kell fogadnod önmagad, ugye, hogy mert azért megváltozik a tested a kezelések hatására. De ez a fontos, hogy szeresd magad, hogy boldog légy, megtaláld a rosszban is a boldogságot. Úgyhogy én is így voltam vele, amit lehetett, kimaxoltam. Amikor erről beszéltél, mindig kiemelted, hogy a testvéred milyen sokat segített, ez nyilván nagyon fontos. A család a legfontosabb bizonyos értelemben az orvosok mellett egyértelműen. A kemoterápiát hogy viselted? Nem csak a tesómat emelném ki egyébként akkor, hanem tényleg a családomat, akik méltóan, ők is méltóan viselték ezt, mert ugye azért nekik sem egyszerű nézni, ahogy egy szerettük, úgymond nincs olyan jól. A 4 kemoterápia volt, ami erősebb volt, ott 3 után voltam rosszabbul. Hát nyilván ugye a filmekben is látjuk, hányás, hajhullás, nem volt szemöldököm, szempillám, semmi. Ezeken én is keresztül mentem, csontfájdalom, volt olyan, hogy egy pólót sem bírtam magamra húzni, de ahogy letelt ez a pár nap a kemó után, mintha elvágták volna. Ugyanúgy éltem az életem, annyiban, hogy nem lehetett olyan megterhelően sportot végezni, de sétáltam minden nap, bicikliztem, szóval mindig volt valami program, amivel elfoglaltam magam. A műtétet követően voltak olyan problémáid, amikor megbántad, hogy elindultál ezen az úton? Vagy pedig folyamatosan ragaszkodtál ahhoz, hogy igenis meg fogok gyógyulni? Tudtam, mit akarok. Szóval abszolút nem fordult meg a fejembe, hogy én most rossz úton haladnék, vagy hogy rosszul döntöttem abban is például, hogy szeretném eltávolítatni a melleimet. Nem, abszolút nem. Én ezt annyira magabiztosan csináltam, és csinálnám. Most is átmennék mindenen annak érdekében, hogy én egészséges legyek. Volt jövőképet, tehát tudatos voltál? Ugye mondtad, hogy mindent megtettél azért, hogy egészséges légy. Nyilván ez elhatározás kérdése is, de ennek vannak programpontjai. Tehát egy folyamatban gondolkodtál? Mindig a következő lépésre koncentráltam. Igazság szerint az első kemó után elmentem, levágattam a hajam. Tudtam, hogy mi vár rám, min kell túl lennem. Mindig tényleg a következőre fókuszáltam. Jó, most akkor az első kemón túl vagyok, jöhet a hajvágás, túl vagyok a hajvágáson, akkor utána, hogy 2 hét múlva vagy újabb kezelés, mindig lépésről lépésre haladtam, és így átmentem ezeken a dolgokon. Nyilván voltak ugyebár rosszabb napjaim, de úgy voltam vele, hogy hát menni kell, tudtam, hogy ez fog rám várni, akkor én most már nem feküdhetek, igenis fel kell kelnem, és akkor indulás, mert ez nem opció, hogy én
feküdjek az ágyba és pihengessek. Olvastam egy sok-sok felkiáltó jeles mondatot, sok mindent rólad, de ez fontos. Azzal kell foglalkozni, hogy egészséges legyél, hogy élsz. Így van. Azt hiszem, van. Hogy ez egy fontos üzenet önmagadnak. Így van, és tényleg, hogy el kell fogadni önmagad, mert te vagy a sorsod kovácsa. Ha te elhatározod, hogy igenis nekimész és meggyógyulsz, akkor az úgy is lesz. Én nagyon hiszek a vonzás törvényébe, hogy azt kapunk, amit nagyon bevonzunk. Az fog megtörténni velünk, és én, amikor ez nálam kiderült, én azt mondtam, hogy én nekem látnom kell az Áront, ő ugye a nővérem kísért felnőni. Hát én akarok menni érte az iskolába, én akarom elkísérni az iskolába. Szóval itt megvoltak a miértek, hogy én élni akarok, én szeretek élni, úgyhogy tényleg nem volt más opció. Nem is jutott eszembe az, hogy ennek más kimenetele is lehet. És így is történt. Beszéljünk a jelenről egy kicsit, hiszen Hajnit már számtalanszor említettük, és azt gondolom, hogy most, hogy kismillió visszatérő vendéged van immár neked is. Tehát megtaláltad azt a hivatást, ami kielégít, ami fontos számodra a mindennapokban? Úgy gondolom, hogy igen. Nagyon jól érzem magam. Tényleg egy kis család vagyunk. Nagyjából ugye azért már mindenkit ismerek, rengetegen járnak oda hozzánk, akár gyógytorna véget, rehabilitáció, vagy csak egy picit jobban szeretné érezni magát az ember. Úgyhogy úgy gondolom, hogy igen, nagyon jól érzem magam, mellette én is tudok foglalkozni magammal is. Én is szoktam nap mint nap edzeni. Teszek azért, hogy egy picit egészségesebb legyek én is, és tényleg örömmel jövök be a munkahelyemre. Jársz meccsre? Igen, pont most is voltam a Békés Csaba elleni meccsen, mert Békés Csabán játszik egy kedves barátom, a Gyimesi Kitty, őt jöttem meg megnézni. Ha az időm engedi, akkor igen, be szoktam jönni egy-egy meccsre, meg mint mondtam, említettem, a tévé elé is leülök néha. Nyilván már nem ez az első, hanem most már én is szurkoló vagyok, az Áronnak a meccseire szoktam járni. Pont tegnap is voltunk, nagyon olyan ügyes volt, és olyan büszkeséggel tölt el, hogy most már nem ő jár az én meccseimre, hanem én szurkolhatok neki. Mit kívánjunk neked? Hát igazság szerint nem kell kívánni semmit, mert tényleg jól érzem magam. Maradjon is így, inkább azt, hogy ez folytatódjon így, ahogy most van, mert most jó. Akkor maradjon így, ahogy most van, mert ez jó. És én azért azt kívánom, hogy ezt a mosolygós szemet minél többen lássuk így továbbra is. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél bennünket. Köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Köszönöm figyelmüket, hiszen most egy olyan vendégünk volt, aki nagyon sokat tett a székesfehérvári sportágáért, a kézilabdáért, és jó, hogy itt van velünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.